Néhány nappal ezelőtt a Hajdúszoboszló és Nagyhegyes között található gáztárolóban robbanás történt. Következzen a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelem összefoglalója. November 20-án a hajnali órákban keletkezett Nagyhegyes külterületén egy gáztározóban tűz, amelynek eloltásában, valamint visszahűtésében nagy erőkkel dolgoztak a tűzoltók. A Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, 35 tűzoltókocsi volt a helyszínen, Miskolcról, valamint Szolnokról is érkeztek egységek, akik folyamatosan oltották a lángokat, és a tűz tovább terjedésének megakadályozása érdekében hűtötték a területet. A katasztrófavédelmi mobil labor folyamatos méréseket végzett a város környékén. A mérések gáz jelenlétét nem mutatták ki a levegőben. A tároló és a gázvezeték visszahűtése után a tűzoltók a lángoló tartályt habbal oltották el, a vezetékeket leszakaszolták, a gázkutakat lezárták annak érdekében, hogy ne legyen utánpótlás. A tűzoltók folyamatosan vizsgálták a területet, a tároló és a vezetékek hőmérsékletét. A szakemberek pedig szabályozták a nyomást. Az érintett területet lezárták. Végül kora délután 13:30-kor oltották el a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki. A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálat keretében vizsgálják.